Öltöztessük piros-fehér-zöldbe ne csak a lelkünket, de az otthonainkat is, és rakjuk ki a nemzeti lobogót. Erre buzdítja dr. Kószó Péter alpolgármester a hódmezővásárhelyeket az államalapítás és Szent István királyunk tisztelete alkalmából. Aki még nem rendelkezik zászlóval, az az önkormányzattól igényelhet. Idén is nagyszabású szakrális és világi programsorozattal készül az önkormányzat augusztus 20-ára az államalapítás ünnepére. A méltó megemlékezéshez pedig fontos, hogy az otthonok is piros-fehér-zöld színben pompázzanak, hangsúlyozta Kószó Péter. Szeretném fölkérni a médiákon keresztül is Hódmezővásárhely lakosait, hogy akiknek megvan a nemzeti színű zászlója, lobogója, kérem, tegyék ki már az ünnepségek előtt is a házaikra a zászlókat, öltöztessük piros-fehér-zöldbe, ne csak a lelkünket, hanem az otthonainkat, a hajlékainkat is. Azok a családok vagy társasházak, akik még nem rendelkeznek saját nemzeti zászlóval, az önkormányzathoz fordulhatnak segítségért. Aki eddig még nem igényelt nemzeti lobogót, az a www.hódmezővásárhely.hu honlapon, illetve telefonon is rendelhet még zászlót az 530-137-es telefon számon. A város már évek óta biztosítja a lakói számára a nemzeti lobogót, és eddig összesen 2500-an éltek is ezzel a lehetőséggel. Kószó Péter kifejtette, reméli, hogy egyszer eljut Hódmezővásárhely odáig, hogy mind a 20 000 otthonon ott lobog majd nemzeti ünnepeink alkalmából a magyarság legfőbb szimbóluma.